most amikor ez az igazgató hölgy oda került, az első dolga az volt, hogy kijelentette, hogy ezek a jött-ment fiatalok, akik ott az előtérbe csak tengenek, lengenek, nem csinálnak komoly dolgot, ezektől meg kell szabadulni az ifjúsági háznak, és komoly munkának kell folyni fönn a klubba, csoportokon belül. Hát ez szíven ütött bennünket, mert én személy szerint azt mondom és vallom most is, hogy az igazi népművelői munka az ott folyt lent, a földszinten, ezek között, a fiatalok között. Németh Mária, most már nem tudom a nevét. Mondta más is a nevét. Jó. Németh Mária hivatott, mint igazgató, és azt mondta, hogy Béla, leállsz a főbejárati ajtóba, és aki az ifjúsági parkba járt, és ide be akar jönni, az ifi házba, annak megmondott, hogy nem jöhet be. Ne haragudj, Mária, de én ezt ugyan nem fogom megmondani, amikor kollégákkal együtt a legnagyobb szívügyem volt, hogy ezekkel a fiatalokkal foglalkozzunk. Már pedig ide nem jöhetnek be. Mondom, akkor Mária, légy szíves, azt mondd meg nekem, hogy mit mondjak, ha ide nem jöhetnek, akkor hova mehetnek? Az őt nem érdekli, ide nem jöhetnek be, és kész. Györkös László kollégám ezekből a fiatalokból egy irodalmi színpadot hozott össze, ott kint is, meg benne az ifi házba is, és egy olyan víjonestet csináltak, hogy le a kalappal. Azokból a fiatalokból, akik Isten tudja hány verses kötetet vettek addig a kezükbe, de biztos, hogy nem sokat, egy talán másfél órás víjonestet hozott össze. Most azoknak mondjuk mi, hogy ide be nem tehetetek a lábatokat. A bántó dolog az, hogy én megmondtam, hogy én ezt nem teszem. Ellenben volt olyan kollega, aki ezt fölvállalta, és ezek a gyerekek sajnos kiszűrődtek, és igazándiból attól kezdve az ifjúsági házba megszűnt ez a fajta mozgás, és egy elit intézménnyé alakult át. Hát Németh Mária is megmondta, hogy a középiskolás és a friss egyetemi hallgatókra kell alapozni a ifjúsági ház munkáját. Nagyon sajnáltuk mindnyájan, hogy egy ilyen jó kezdeményezést egy ember így a sárba tiport, és érzéketlenül a szakmához abszolút nem hozzáértő módon elsöpörte ezt a kezdeményezést. Ebbe a nagy összevont garnitúrába, munkatársai garnitúrába azért már több pártag volt. És a pártagok írtak egy levelet a művelődési osztálynak, illetve a városházának, hogy tűrhetetlen állapot, hogy ilyen helyre egy olyan igazgatót akarnak kinevezni, aki nem odavaló, tiltakoznak. Erre megjelent az általános elnök helyettes hölgy, velem eljött az ifi házba, velem négy szem közt leült, és azt mondta, Béla, Németh Mária elvégezte a párt vezetőképző iskoláját kiváló eredménnyel, ő belőle egy kiváló vezető lesz, és a te feladatod, mármint az enyém, meggyőzni a kollégáimat arról, hogy igenis ebből bele kell menni, mert itt ez az út, és nincs más út, győzzem meg őket. Mondom, kedves Éva, mindegyikünk tudja, hogy én nem fogom őket afelől győzködni, amivel én se értek egyet. Na,
ez aztán abban maradt azzal, hogy csak Béla, csak próbáld meg, csináld, mert a Németh Mária ide fog kerülni. Mindenkit kirúgott a Németh Mária. Na most azt tudni kell, hogy én lettem a Németh Mária helyettese. De az összes kollégával a Németh Mária úgy tárgyalt, hogy reggel bejött korán elsőként, és mindenkinek az asztalára odaírta, hogy mi lesz az aznapi feladata. Én ezt Tace Mucinak neveztem a Tace Pau alapján. Na most, és nem is beszélt senkivel. Kivétel volt azért, akivel nagyon jól megértették egy oszd meg és uram. Na, szóval lényeg az, hogy velem, mint helyettesével az égvilágon semmiről nem beszélt, hanem végre kellett hajtani azt, ami oda az asztalra le volt írva. Amikor a munkatársaimat egymás után sorba kirakta onnét, hát volt, aki önként ment el, mert látta, hogy ez egy abszurd helyzet, akkor az iskolából, ahonnét jött, hozta a pedagógus kolléganőket oda munkatársnak. Igen ám, csak mint ahogy már említettem, a népművelési munka zöme, az igazi érdemi munka, az délután és főleg este zajlik. Délelőtt ott igazándiból népművelés, nem adminisztráció, naplóvezet, stb. Esetleg tárgyalni ezzel, azzal, amazzal. A pedagógus ahhoz van szokva, mint mondtam, hogy bemegy, leadja, aztán hazamegy. Meg pont fordítva, délelőtt otthon lehet, tehát amit akar, de a délután ott kell lenni, este, sokszor tízig. Na most ez nem derogált azoknak a kollégáknak, akiket a Mária odahozott, így aztán azok is szépen eltűntek. A Morvai Gyuszival beszélgettünk, tanakodtunk sokat arról, hogy mi a Szűz Mária volt, hogy minket így hagytak tevékenykedni. Hát ott volt a szeplőtelen ének. Annak én voltam a kiadója, és ott volt mind az a költő, ifjú titán garnitúra, akiket a rendőrség állandóan szemmel tartott. Na most ezt főnevet kapcsolt le, vagy vágt ki, de nagyon jól tudtuk mi mindnyájan, hogy ki volt az a két ember közülünk, aki 3x3-as beépített ember volt, és azt is tudtuk, hogy a Kassák kollégium bizonyos fokig miért mehetett, mert ott ült bent mindig egy bizonyos ember, aki vitte a híreket a rendőrségre. Na most, de ez mindenhol így volt, Béla. Mindenhol így volt, tudom. De tudom, hát mindenhol kellett egy ember. Most azon gondolkodom veled együtt, hogy hogy hagyták ezt. Lehet, hogy az illető nem mondott olyat a rendőrségen, se a Kassák kollégiumról, se a házba történő dolgokról, ami miatt azt kellett volna mondani, hogy gyere a szőnyeg szélére, és micsoda dolog, még azért se bántottak, hogy ugye az ifjúság védelmisek azt mondták, hogy kupaszokkal van tele az aula, meg keresztes özék. Nem. Tudod, miért nem bántott? Miért sem bántottak? Dinnyés Jóska. Bárkitől kérdezem, hová és miért megy, válaszuk mindig egy, miből is élne meg. A életem lefutott perceit elmondom, értetlen tekintet bámulnak, felfogom. Ők azok, akik az utcákon sietnek, arra, hol hajolni már nem kell és mégis kell. Ők azok, akik az ágyukban merészek, nekik is nagy ritkán íródnak törvények. Nem félek, nem élek, nem kérek, csak nézek, s mindig látom a koszos sárból, hogyan lesz pusztító tűz. Tényleg szépen, a Dinnyés Jóskát nagyon régóta ismertem, mert amikor katona voltam,
ki mit tudra, jelentkeztem harmonika szólóval, eljutottam egész a tévé elé, és egy öltözőbe voltam a Dinnyés Jóskával, amikor ő a Karrier című dalát adta elő, én meg azt a bizonyos Tabányi polkát. Még meg sem hozta a gólya, de volt már protekciója. Hallgatták, hogyan bömböl, nagy fej lesz a gyerekből. Kondenzált anyatej, diplomás dada kell, ez ám a karrier. No, innét az ismerettség maradt is Dinnyés Jóskával, többször hívtam meg az IFI házba. Na mindegy. Március 15-e előtt a Dinnyés Jóska ajánlotta, hogy van neki március 15-re szóló műsora. De azt mondja, az az igazság, hogy sehova nem mehet, mindenhol le van tiltva. Országos tiltó listán van, március 15-én sehova nem mehet. Megpróbáljuk. Megint elmentem ehhez a bizonyos Évához, és mondtam neki, ugye miután engedélyeztetni kell, Dinnyés Jóska. Nem is figyelt oda, vagy mit tudom én, aláírta, mehet. A rendőrség aláírta, mehet. Ott volt Dinnyés József, és ott voltak a rendőrök, civil nyomozók, hogy na, mi fog itt elhangzani. Bekérték a Dinnyés Jóskától a teljes műsort. Majd pedig, már nem emlékszem melyik versére, azt mondták, hogy ez ugyan el nem hangozhat itt. Dinnyés Jóska mondta a műsorát, amikor odaért volna ahhoz a vershez, azt mondta, kedves fiatalok, most következne ez meg ez a versem, de a jelenlévő nyomozó urak megtiltották, hogy én ezt nektek elmondjam. Ez a vers körülbelül 3 percig tartott volna. Most akkor 3 perces néma gyásszal adózzunk ennek az eseménynek. Hát meg volt minden rosszabb. Engem senki nem zavart azért, zargatott azért, hogy te mi történt ott? Ja, meg esetleg, ha utólag kiderült volna, hogy te meghívtad a Dinnyést, amikor az egész országban, kultúrházakból ki van tiltva, senki nem szólt semmit. Ezen annyira csodálkoztunk, ugye több kollégám volt, aki velem egy cipőbe járt, vagyis tagkönyv nélkül közlekedtünk, és mindegyikünk azt mondta, hogy ez érthetetlen. Én egynek tudom be, hogy olyan gazdag programja volt az ifjúsági háznak, úgy amatőr csoportokba, klubokba, fesztiválokba, pop jazz rock fesztivál, kezdetben még nem filmfesztivál volt, csak nem is tudom mi volt a neve annak, amikor első ilyen filmes izé volt, és egyedül Ausztriából jött egy öreg úr. Akkor láttunk először igazi pornófilmet, mert hozta magával, aztán esténként ott összebújtunk és néztük. Na mindegy. Szóval azt hiszem, hogy nem tudtak mibe belekötni. Németh Mária mindenkinek adott fegyelmit, aki nem ment el önként. Többek között, hát nekem is. Azért adott fegyelmit, Hűtlen kezelés címmel, mert volt egy kazettás magnó, amelyik az én asztalomon volt, azt a klubok, ha kérték, odaadtam, stb. Aznak a fülei fölhajtható volt, és a fülén volt egy diszléc. Az a diszléc a hosszú használat alatt elrepett vagy eltörött. Ezért én hűtlen kezelésért egy helmit kaptam. Hát valami fantasztikus. Amikor már nem tudott velem mit csinálni a Németh Mária, akkor azt mondta, Béla,
látom, te itt nem érzed jól magad. Te lehetsz a vezetője a Győr-Szabadhegyi József Attila művelődési háznak. Úgyis ott laksz a közelben. Mondom, ne valandozzál, Mária. Ne, én nekem itt a helyem. Az, hogy hogy érzem magam, az téged úgyse érdekel. Én nem megyek oda. Én azt hiszem, hogy olyan egy évig bírtam Németh Máriát. Nagyon forgott a fejembe, hogy elmenjek, csak nem volt hova. És egyszer csak jó ismerősöm volt, Szombathelyen együtt végeztünk, csak ő tanító szakon, Gerencsér Karcsival, aki az SMT-be, a Szakszervezetek Megyei Tanácsába dolgozott kultúrosként. Összejártunk, jól ismertük egymást, és 81-ben jött be az a rendelet, hogy a 200 főnél nagyobb üzemekbe üzemi kultúrost kell működtetni vagy foglalkoztatni, aki felel az ott dolgozó kulturális programjaiért. És a Riharz gyár is ezelőtt a feladat előtt állt, és ez a Gerencsér Karcsi kollega mondta, hogy te Béla, jó lenne ez neked. Hú, de nem füllött hozzá a fogam, hát most termelő üzembe, ráadásul tele van nővel, aki kettőkor fütyül a gyár, aztán már húzza haza a csikot. Mit lehet itt kezdeni? De hogy már megszabaduljak attól az áldatlan állapottól, hát elvállaltam. Visszatérve arra, hogy ez egy olyan szakma, amit nem könyvből kell tanulni, nem kötelességből, hanem hivatásból kell csinálni. Úgy lehetne talán mondani, hogy a népművelőnek a legfontosabb munkaeszköze a saját személyisége. Ezt kell kitárni, ezen keresztül kell kapcsolatot találni mindazokkal, akikkel foglalkozni akarunk.